Jó napot kívánok, kedves nézők! Megpróbáltatások a terménybetakarításban és bizonytalan gazdasági kilátások jellemzik mezőgazdaságunkat. Az esős idő miatt elhúzódnak az őszi mezei munkák, és csak egy hosszabb, szárazabb időszak gyorsítaná fel a folyamatot. Eközben a tartományi mezőgazdasági titkár szavaival élve a liberalizált, de rendezetlen agrárpiac kiszolgáltatott helyzetbe sodorja a földműveseket. Azt sem igazán tudni, hogy a 2014-2024 közötti időszakra megalkotott új vidéki és mezőgazdaságfejlesztési stratégia milyen utat jelöl ki, mert rövidített változatát nem juttatták el a gazdálkodóknak. Mindenképpen elismerés illeti földműveseinket és állattenyésztőinket, hogy ilyen körülmények közepette is rendületlenül végzik munkájukat, és utat keresnek a túléléshez. A barázdában két ilyen találékony gazdát keresünk fel, akiket a búzavetésről és a húsmarha tenyésztésről faggatunk. Műsorunk könnyedebb hangvételű részében egy családi gazdaság bemutatásával a badacsonyi szőlészetben, borászatban rejlő lehetőségekről számolunk be. Mindezek előtt néhány agrárhír következik. Az idei költségvetés átcsoportosításával a mezőgazdaság 4 milliárd dinárral kevesebbet, míg a környezetvédelem 864 millió dinárral többet kap. Derült ki a Szerbélyi Képviselőház mezőgazdasági bizottságának csütörtöki ülésén. A termelőknek járó szubvenciók összege azonban nem változik, jelentette ki Zsejko Radosevic, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára. Hozzátette, a szerb kormány az idevágó rendelet módosításával lehetővé teszi a támogatások kifizetésének a folytatását. A földművesek 8-10 nappal a rendelet módosítását követően várhatják a pénz megérkezését. Radosevic megjegyezte még, hogy az Agrárkifizetések Igazgatósága a beérkezett kérelmeknek több mint a 90%-át feldolgozta, és ezek egy részének kifizetése már megtörtént, vagy még folyamatban van. A gabonaárak ezen a héten is többnyire emelkedtek, úgy az újvidéki, mint a külföldi terménytőzsdéken. Az esős idő miatt a kukorica betakarítása nagyon vontatottan halad, emiatt a kínálat egyre inkább csökken, s mint ahogy ilyenkor lenni szokott, az ár rendszerint növekszik. Ezen a héten 12 és 13 dinár között mozgott, ami 4%-os növekedést jelent. A búza ára 1,5%-kal emelkedett, s ezzel elérte az idei maximumot, a kilónkénti 18 dinárt. A szójabab ára alig változott, 38 dinár 40, meg 38 dinár 80 para között ingadozott. A szójadara 51 dinár 70, a napraforgó szak pedig 21 dinár 30 parába került. A 3x16-os MPK alaptrágyát áfával együtt 42 dinár 34 parás áron értékesítették. A világpiacon a kukorica meg a búza is megközelítőleg 2%-kal drágult. A párizsi tőzsdén a kenyérgabona ára 6,5, míg a kukoricái 2%-kal lett magasabb a múlt hét óta. Egyedül a budapesti tőzsdén jegyeztek 0,5%-os árcsökkenést a búza és a kukorica esetében egyaránt. Közép-Bácskában az Adai nagyút mellett sorakozó tanyákon jártunk a hét elején. A közigazgatásilag török faluhoz tartozó határban nagy volt a sürgésforgás, a levegőben szinte érződött a feszültség. Mindenki kapkodott, hogy a másnapra jelzett eső előtt lekombányozzon valamennyi kukoricát, vagy bevesse szántóföldjét búzával. Ebben a nagy munkában tartottuk fel egy kis időre a Bálint és a Pósa családot. Vajdaságban 300 ezer hektár a búza szokásos vetés területe, de a gyakori csapadék miatt valószínűleg még hetekig elhúzódik ekkora földterület bevetése. A szakemberek arra hívták fel a gazdák figyelmét, hogy a kései vetéshez valamennyivel több vetőmag szükséges. Továbbá, aki a padlásról vet, az ne halassza el a mag kirostálását, meg alapos csávázását. Az elmúlt hétvégi hulló csapadék leállította a mezei munkákat. A törökfalusi határban kedden délelőtt kezdődtek újra a munkálatok, de már az estére esőt jeleztek a meteorológusok. Önöknek mennyire sikerült elhaladni a munkában, hogyan állnak a búzavetéssel?
Buzavetést elkezdtük a múlt héten, szerdán délután kezdtem vetni, még csütörtökön vetettünk egész nap, éjszaka jött a csapadék, azóta szünetőtünk, ma kezdjük vetni, de megint az előrejelzések úgy mutassák, hogy estére, hónapra csapadék, elég gyengésen haladunk a vetéssel. Milyen a talaj, milyen a magágy? Nem sáros a föld? Egy kicsit sáros lehetne, hogy szikkadjon, de nincs mire várni, mert megint esőt mond. Az idő ott van, a dátum, hogy vetni kell, meg azért nem annyira sáros lehet vetni. Mi is csináljuk. Sok búzát vett, hogyan tervezte? Nem olyan túl sokat, de muszáj valamennyit vetni, a vetésforgó véget, vannak földek, amik egy kicsit gazosabbak, meg a paraszt embernek az első bevétel az a kalászosok, és akkor az véget kell, vagy mink azért vessük, hogy legyen első pénz is a parasztgazdaságban. A tőzsdén jelenleg 17 dinár, 80 para áfa nélkül a búza ára. Ez mennyire ösztönző a termelő számára? Az ár az egyáltalán nem ösztönző a vetésre, vagyis erre, hogy termeljük. De viszont olyan nagyon nagy kiugró távlatot más gabonába se látunk, és akkor hát ugye megszokottaknál maradunk. Ugye buza, kukorica, egy kis napraforgó, egy kis szója, ugye megszokott területeket általában azt vessük. Most, hogyha ilyen a búzaár és bizonytalan az értékesítés, tehát hogy aratáskor is mennyi lesz az ára, mennyit fektet a termesztésbe? Igyekszik a magas hozamokra, a jó minőségre törekedni, vagy pedig, hogy minél olcsóbb legyen a termesztés? Hát igyekszünk azért a befektetéseket amennyire lehet lecsökkenteni, de azért amit meg kell lenni a buzának, azt megadjuk. Tehát műtrágyát is adunk neki, meg kis művelést is a földnek. Meg igyekszünk majd talán jövőre elkerülni ezt a nagy betegséget, ami az idén volt a buzánál, ez nagy termés kiesést okozott. Úgy szoktam én, hogy egyszerűsítek a munkáláson is, meg a magon is, csak annyit szoktam bentről hozni, ami magbuzának terem. Aztán a igazából még mi nálunk nincsen annyira elterjedve az a minőségbeli megfizettetés, most már kezdik bizonyos malmok, de idáig még kiló után fizették a buzát, addig még azután fogják fizetni, addig igazából nem fogok átállni minőségesebbre, mert azokra nagyobb befektetés szükséges, jobban oda kell figyelni a magra, permetezésre, bármi, emezik egyszerűbb a termesztése is, emezik a hagyományos termesztés, még maguk mellett vagyok még mindig. Önszinte termelők hogyan bírnának összefogni, megszerveződni, hogy aratáskor, mikor a legtöbben átadják, ne legyen annyira alacsony a búza ára? Az volna, hogy a legelfogadhatóbb, ha termelők le tudnának ülni, ugyanúgy, mint a földolgozók egy asztalra, és meg tudnánk beszélni, hogy mi is, ahogy mennyi adjuk, hogy adjuk, de egy nagy problémánk van az, hogy nem tudjuk tárolni a buzát. Ha tudnánk valahon tárolni a buzát, akkor mindjárt más volna a helyzet. Akkor jobban tudnánk tárgyalni, vagy tudnának a mezőgazdasági termelők tárgyalni a földolgozók, hogy ennyi adjuk, így adjuk, úgy adjuk, de még nem tudja mindenki, vagy nagyobb része tárolni saját magának a buzát, addig probléma. Ki vagyunk szolgáltatva a földolgozóknak. És akkor ezt tudva, milyen kedvel vág neki a földves a búzavetésnek? Hát most kedv vagy nem kedv, kell csinálni, és akkor kész, ennyi az egész. Mink paraszt emberünk egy kicsit már még vagyunk fásulva, mert a politika meg minden úgy egy kicsit megfásított már bennünket, és csináljuk, mert valamit csinálni kell. Tájainkon, ha húshasznú szarvasmarhák tenyésztése kerül szóba, akkor mindenki általában a szimentáli szarvasmarhákra gondol. Mi itt vagyunk most az adai nagyúton, az adai tanyák egyikén, ahol nem szimentáli, hanem charolais és egyéb húshasznú szarvasmarhákat is láthatunk. Bálint úr, mióta kezdett el ezzel foglalkozni? Hát ezekkel a húsmarhákkal körülbelül 5 éve kezdtünk el foglalkozni.
És most milyen fajták vannak itt? Hát vannak Charolais fajták, meg a Blond Aquitaine fajták, ezek ilyen francia kinemesített fajták, ezek a tájainkon eléggé ismeretlenek. És hogy indult el ez az egész folyamat? Hát külföldön, Magyarországon láttunk a kiállításon ilyen nagyon szép jószágokat, és onnan jött az ötlet, hogy mink is tenyésztünk ezeket a fajtákat. Bálintéknál az 50 szarvasmarhából 40 törzskönyvezett egyed. Kezdetben szimentáli és hazai tarka tehenekre alapozódott az állományuk, amelyeket mesterséges keresztezéssel nemesítettek tovább. A húshasznú szarvasmarhák közül a Charolais fajtájúak a gazda kedvencei. Ez a francia származású nagytestű húsmarha azért tartozik a világon a legelismertebb és legkeresettebb fajták közé, mert nagy a fejlődési eréje, jó a gyarapodási készsége és nagy tömegű az izomzata. 650-750 kg is gazdaságosan hizlalható. Egyes bikái akár 1800 kg-osra is megnőhetnek, míg legnagyobb tehenei az 1400 kg-ot is megközelítheti. A Charolais fajta nagy előnye, hogy megfelelő táplálás esetén a bolyak kiugróan magas, akár napi 2 kg-ot meghaladó gyarapodásra is képesek. Jobban híznak, gyorsabban, nagyobb súlyt érnek el, és kevesebb takarmánytól megcsinálják azt a bizonyos mennyiségű súlyt. Jelenleg hány ilyen jószágjuk van? Hát jelenleg 5 tehén van, még van 3 borjú Charolais, még van Blond Aquitaine 3 üsző. Az állam az a negyedik generációt ismeri el fajtisztának, az már fajtisztának van mondva, de talán a támogatásokat már az első vagy a második generációra is ugyanúgy adják, mint a tejelőmarhákra. Az idén ez mennyi pénz? Az idén ez 20 ezer dinár tehenenként. Így csak még nem kaptuk meg a pénzt, de így van ígérve. Mikor adták át az igénylést? Az igénylést ezt a nyáron, az év fele évnél adtuk át az igényléseket. Június, július abba a tájba, és akkor még a pénzt nem kaptuk meg. A tanyai gazda találékonyságát mutatja, hogy számára a munkaerőhiány nem jelent akadályt tervei kivitelezésében. Ezzel a kaszáló, szecskázó szerkezettel egymaga is könnyen bekészítheti a zöld takarmányt. Ezt a gépet majdnem úgy mondva, hogy vásárokban meg ilyen alkatrészenként szedegettük össze, vagy hogy mondjam, ilyen régi gép, és akkor megpróbáltuk munkaképessé tenni, hogy így fő rakja a kocsira is a takarmányt, meg le is vágja egyúttal. Ne kelljen külön-külön kaszálni, külön-külön villával főrakni a kocsira a takarmányt, és akkor így könnyebb is, meg gyorsabb is a munka. Úgy állította össze a zöld takarmányokat is, hogy ezzel a géppel betakaríthassa? Többnyire igen. Kezdődik a rozs, ami áprilisban körülbelül kezdődik a zöld takarmány, utána pedig van ez a szudáni fű, amit kaszálni kell. Az is jön, akkor van a kukorica, azt ott másik géppel csináljuk, azt már augusztusban, azt a silókombálja, és még meg nem fagy, addig van zöld takarmány, minden nap friss zöldet etetünk a marhákkal, tehenekkel. Ezek a húsmarhák mennyi takarmányt igényelnek? A húsmarhák ezek elég kevés takarmányt igényelnek, úgymondva abrak takarmányt, meg ilyen hereszénát. Inkább ilyen szárral, szalmával, meg zöld takarmánnyal etetünk őket, ami olcsóbb takarmány. És hogy néz ki egy napi étkeztetés a szarvasmarháknál, hogy így fejezzem ki magam? Hát pontos mérés nincsen, csak úgy körülbelül ilyen másfél-két kiló abrak takarmány, ami abból tevődik össze, hogy a kukorica csőv csutkástul le van darálva, és akkor hozzáadunk premixet sót, nincsenek ilyen fehérjék hozzáadva, meg hereszéna, az is körülbelül egy másfél-két kiló fejenként naponta, aztán még szalma szára mennyit megesznek, meg zöld takarmányt is, hát úgy is szükség szerint. A borjak azok mikor állnak át teljesen erre a takarmányra? A borjak azok olyanok, hogy körülbelül 2 hónaposak, mikor elkezdenek eszegetni, csak úgy eszegetni, úgy mondom, és akkor már mikor 3-4 hónaposak, vagy 4,5, akkor már teljesen esznek, teljesen átállnak a takarmányra. Ezek a borjak már 3. generáció, 80
2%-os tisztaságúak. Mi lesz velük? Tovább tenyésztik, vagy inkább megpróbálják eladni? Hát az üszőborjukat azokat tovább tenyésszük, a bikaborjukat pedig eladjuk. Mikor eladásra kerül a sor, az 3-4 hónapos borjak, az már úgy azt jelenti, hogy 170-80 kilósak. Azok már teljesen esznek, attól, hogy még szopnak is, de esznek. Ennek a törzskönyvezet kis Sarolénak ön szerint magasabb lesz az ára, mint egy egyszerű szimentálinak? Hát, ez a jövő titka. Itt nálunk azért még nem olyan nagyon van elterjedve, és akkor nem biztos, hogy értékelik azt, hogy mennyi munka, meg mennyi papírmunka is van úgy ezzel kapcsolatban. Bálintéknál a félszáz szarvasmarhából mindössze 3-at fejnek rendszeresen. Ezeket Ibolya gazdasszony rendezi, úgy szintén a fiatal borjakat is, amelyeket főleg tehéntejjel és jó minőségű lucerna szénával takarmányoz. Mit készít a tejből? Hát a tejből túrót készítök és sajtot. Meg tarhót is szoktam, de az csak a család részére. Hol tudja ezt értékesíteni? Hogy lesz ebből pénz? Hát a faluba el tudom adni, az ismerősök körébe, a tejet is, túrót is, a sajtot is el tudom adni. És mire elég ez a pénz? Hát ez a pénz, ez ilyen bolti költségre, kenyér, boltba is mindig vásárolni kell valamit, és arra elég. Mennyire nehéz háziasszonynak lenni a tanyán? Mennyire megterhelő? Hát bizony nem könnyű munka, főleg szezonban, mikor munkások is vannak még rajtunk kívül a tanyán, mert főzni, reggelit készíteni, kávét főzni, bizony azt is, az mellett még el kell látni, hogy a jószág gondozásból is kiveszük a részünket. Szabad idő van-e? Hát kevés, de van. És akkor mit csinálnak? Merre elutaznak, vagy itt maradnak? Hát szoktunk elutazni is. Magyarországra szoktunk elutazni, Mórahalomra, az a mi tengerünk, amit nyáron, ősz elején, legelején egy hetet szoktunk szabadságot kivenni, akkor elmegyünk, és az a pihenésünk. A szarvasmarha hizdalással foglalkozók számára az jelenti a legnagyobb problémát, hogy évek óta nem változik a felvásárlási ára a hízott bikáknak. Ezt a problémát önök hogyan próbálják áthidalni, hogy mégis valami módon kifizetődővé váljon ez a szarvasmarha hizdalás? Hát évekig mi is hizdaltunk a borjukat, meg hizdaljuk mai napig is, de régebben úgymondván vásári borjukat hizdaltunk. Csak odáig értünk a számítás, hogy azokon a borjukon nem nagyon tanáltuk meg a számításunkat, mert nagyon magas volt a kisborjúnak a vásárlása. Aztán meg a nagyborjúnak az ára az 2 euró körül mozgott, akkor már nem nagyon fértünk bele, még az elmúlt időszakban igen probléma volt a betegségekkel. Volt ehullás is, és akkor egy darabig nem is volt borjunk. Mostan a tavalyi esztendőben úgy döntöttünk, hogy újra megpróbálunk borjukat hizlalni, de teljesen más alapokkal vettünk ilyen teljes borjukat, hosteineket ezek a teheneséktől, és megpróbáljuk így újra kezdeni, meg hát, ha jobban kijövünk. Műtején nevelgessük fel őket, milszánna. Ezek hosszabb idő, legalább 6 hónappal tovább kell tartani, mint a vásári bornyút, mert eleve, hogy elérje azt a súlyt, mint mikor megvesszük a vásári bornyút, ott is kell egy bizonyos idő, hogy odáig fölnyűljön a kis borjú. Mit kapnak? Hogy néz ki egy napi takarmányozási időszak? Hát silót csináltunk, kapnak silót, rája az abrakot, herét, szárunk nincsen, nem bírtunk még présülni, de ha az idő engedi, akkor szeretnénk szárat présőn, és akkor egyszerű takarmányozásba vannak ellátva. És hogy ezek a bikák majd megnőnek, akkor végül is így módon ezzel az eljárással lesz rajtuk haszon?
Hát őszintén remélem, ahogy számogattuk, ezeknek a kisborjuknak a felvásárlási ár, ez ilyen 200 euró körül van, amaz meg 5-600, szinte számondhassuk azt, hogy háromat lehet venni amannak az árán. Most majd, ha megnőnek, hogy mennyi bírjuk eladni, az még a jövő titka, de bízok hozzá, hogy hát, ha valamennyi marad rajtuk. Azzal, hogy nem számolják az önerőt, a befektetést? Hát, azt nem. Paraszt ember az önerőt nem számolja, csak a befektetést, amit pénzt ad. Azt számolja a munkát, azt nem szoktuk számolni. Vulkáni eredetű hegyek koszorújában helyezkedik el Magyarország legismertebb borvidéke, a Badacsonyi borvidék. Itt a Balaton szomszédságában 1700 hektárnyi területen termesztenek különféle fajtájú szőlőt, közöttük vannak őshonosok is, és világszerte ismertek. A Badacsony a Tapolcai medence legmagasabb tanúhegye. A Balaton két öble közé ékelődve magasodik. A csaknem Kerekhegy kerülete 11 km. Magassága meghaladja 400 métert. Oldalát 280 méter magasságig szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas, különféle laza üledékek borítják, efelett szürke bazaltsziklák és kőfolyások bukkannak elő az erdő sűrűjéből. A 9 vulkanikus eredetű tanúhegy övezte medence sajátságos mikroklímájával évszázadok óta kiváló szőlőtermővidéknek bizonyul. A Balatoni borrégióban 11 ezer hektárnyi szőlőterület van, ebbe beletartozik a Balatonboglári borvidék, az Alai borvidék, de beletartozik a Nagysomlói borvidék is, és itt ez a szűkebben vett Balaton felvidék, azaz a Badacsonyi, Balaton felvidéki, Balatonfüred, Csopaki borvidék. Ezeken a borvidékeken belül talán a legrangosabb, meg hiszük is a legrangosabb az a Badacsonyi borvidék. Ez területét tekintve egy kis borvidék, de híre főleg korábban, elsősorban a reformkor után jóval nagyobb volt területénél. Nem véletlen, hogy a Badacsonyi kéknyelőt azt még egy nóta is megénekelte. Valaha a tokai borvidék mellett az egyik legelismertebb fehérboros borvidék volt. Ez egy kicsit megkopotta, úgymond felszabadulás után, 45 után, ez a nivellált árviszonyú nagyüzemi termelés nem használt az ilyen borkülönlegességeknek, itt nem lehet olyan túl nagy mennyiségeket termelni, viszont nagyon jó minőséget. A bazalt, mint vulkánikus kőzet, a bázikus jellegű kőzetek közé tartozik, tehát jobban málik, és magasabb a tápanyag szolgáltató képessége, magnézium, kálium, mikroelemek. És ez, ha lefordítjuk a bor minősége, akkor egy ilyen minerális, sósízű borok, magas magnézium tartalommal, kálium tartalommal, tehát akár még gyógyborként is nyugodtan kóstolhatjuk a kéknyelőt, mert ennek a legmagasabb a fehér borok közül a kálium tartalma, az olasz lizingnek pedig a magnézium tartalma. A Badacsonyi őshonos szőlőnek, a kéknyelőnek a fajta megőrzésével, továbbá a szürkebarát fajta nemesítésével a Balatontomai Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben foglalkoznak. Az intézet vezető elmondása szerint a régióban, de Magyarország legtöbb borvidékén is a szőlő 15-30%-ig terjedő hozam csökkenésére számítanak a szeptember-októberi esőzések következtében. A Borbély családi pincészetben az utolsó pillanatig a tőkén hagyták a szőlőt, hogy az minél több cukrot halmozhasson fel. Az idei évben ugye a nehézségeknek köszönhetően egy kicsit gyors ütembe kellett a